Lendületben az építőipar és nem csak a nyugat-dunántúli megyékben, de a szomszédos osztrák tartományban, Burgenlandban is egyre több a magyar építőipari vállalkozás és a munkavállaló. Nekik és róluk szól az a súlyponti akció, amit a szakszervezetek indítanak közösen a kormányhivatalok partnerségével. Szinte mindenfajta szabálytalanság előfordul. A műszaki kollektív védelem sok esetben nincs kiépítve, és ugyanakkor pedig az egyéni védőeszközöket sem biztosítja a munkáltató, vagy nem viselik a munkavállalók. Amikor megkérdezzük a munkavállalókat, hogy milyen mélységű munkavédelmi ismereteik vannak, sok esetben nem tudnak kielégítően válaszolni. A magyar és az osztrák szakszervezet 2010 óta valósít meg közös projekteket, többek között a munkavédelem területén is. Most a tetőn dolgozókra fókuszálnak, ők végzik talán a legveszélyesebb tevékenységet idehaza és a határon túl is. A cél a megfelelő tájékoztatás és a folyamatos ellenőrzések, mindez a munkavállalók biztonsága érdekében. Nagyon sok és nagyon ismeretlen ez a terület, nagyon sokat kell tudni, és a munkavállalói tudásszintje nagyon szerény. És úgy azért van az felépítve úgy, hogy először tájékoztatunk, utána pedig egy checklistben megnézzük, hogy olyan betartották ezeket a szabályokat, vagy nem tartják be a szabályokat. Ennek lesz egy értékelése, lesz egy eredménye, ennek van egy stratégiája, ami következő 2 évben meghatározza majd a munkánkat. Ezen területen mit kell tenni, képezni, kiadványokkal, újra ellenőrizni, stb. Az osztrák partner is sokat vár a közös akciótól, az ÖGB tartományi titkára a legfontosabb feladatnak az építőiparban bekövetkező munkahelyi balesetek és tragédiák számának visszaszorítását tartja. A nem ismert vagy be nem tartott szabályok sajnos túl sok balesethez, sőt tragédiához vezetnek az építőiparban. Nekünk az a dolgunk, hogy aktívan tegyünk a tetőn dolgozók biztonságáért. Javítanunk kell a munkavállalók tudásszintjét, ezzel talán elkerülhetjük a munkahelyi balesetek egy részét. Az osztrák szakszervezet számára is a munkavállaló az első, így ha közösen magyar partnerünkkel javítani tudunk a baleseti statisztikákon, már megérte belevágni ebbe az akcióba, mondta Andreas Roth-Puller. A május 15-én kezdődő és november 30-áig tartó súlyponti akció az első komolyabb eleme az idén indult és 3 éven át zajló úgynevezett Fair Work projektnek, amit közel 1 millió euróból valósít meg a magyar és az osztrák szakszervezet.